Kik a beruházók, milyen kritériumok szerint választották meg a területet, a telephelyet? A beruházó az egy belgrádi KFT, amely már jelen van a szerbiai piacon körülbelül 2007 óta. Olasz beruházókról van szó, az én tudomásom szerint. De egy ügyvéd abban nem bocsátkozik bele soha, hogyha megbízzák, hogy kik azok a beruházók, vagyis kik az alapítója annak a cégnek, hanem megismerkedik a cég igazgatójával, a cég elnevezésével, megkötik a szerződést és képviseli őket. Nekem tudomásom van róla, mert személyesen részt vettem. Ezek a beruházók, tehát ugyanennek a cégnek van már több helyen, Szerbia területén, tehát Versecnél egy ilyen hasonló, kisebb méretű telephelye, ahol már üzemelnek ezek a villanyfejlesztő generátorok, szélgenerátorok, jelen voltunk a megnyitáson, láttuk a, a generátorokat, láttuk a környezetét, láttuk a földterületeket, ahol el vannak helyezve, láttuk azt is, hogy körülötte ugyanúgy művelik a földet, mint előtte és utána is. Hozzátenném, hogy csantavéren, hogyha kimennek a falu szélére, a topolyai úton, oda látszik három generátor, szélgenerátor, amelyik működik Kishegyes és Kula határában. A három már működik, az egy pedig, amit ki fognak építeni, talán az idén, mert három éve ezelőtt kötöttem velük szerződést, és így ismerkedtünk meg, és az is e, működni fog. Tehát, hogyha valaki érdekli, el tud menni, megnézni, hogy hogy működnek, és a terméföldet nem változtatják meg, tehát vannak tapasztalatok Egyen. már ezen a téren, de mégis nagy az ellenállás, legalábbis így tűnik a gazdák körében. Attól félnek, hogy rosszul járnak a bérbeadással, 30 év nagyon hosszú idő is, jogi szempontból biztosítva vannak a föltulajdonosok. A földtulajdonosok teljes mértékben biztosítva vannak, ez egy hosszú lejáratú bérleti szerződés, ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy itt nem adásvételről, társtulajdonosi viszonyról van szó, itt hosszú lejáratú bérleti szerződésről van szó, ugyanúgy, mint mikor egy gazda kivesz egy földterületet bérbe, amikor lejár neki a bérleti viszonya, akkor pakol és elmegy arról a földterületről. Tehát akkor alaptalan attól félni, hogy jogilag ki lesznek szolgáltatva a hosszú távú bérlőknek. A szerződés részletesen leírja azt, hogy ez egy hosszú lejáratú bérlet, és a földterületnek, annak a parcellának csak egy bizonyos részét, ezért négyzetmétert vesz a befektető, tehát a vállalat bérbe, de az ezért négyzetméter sem fogja tágyás mértékben használni, amikor fölállította ezt a létesítményt, mert ebből a, a, a csak a, amin fog állni ez a talpzata, az, a, az csak 25 négyzetmétert foglal el, ami kilátszik a földből. Körülötte lévő többi földet, az elemátor mögött lévő földet ugyanúgy tudják művelni, mint eddig is művelték. Ezek a, a generátorok a, az úthoz. 15-6 méterrel lesznek, tehát az út mellett lesznek felállítva, a parcellának a jobb vagy a bal sarkában, nem a közepére, nem a végére, hanem tehát hogy a föld megművelését nem, nem akadályozzák. akadályozzák, abszolút, és továbbra is ők ugyanúgy művelhetik. Van itt még egy dolog, hogy elővásárlási jogot kell biztosítani a bérlőnek ez egy teljesen félremagyarázott tény. A bérbeadónak, hogyha ezt a földterületet, amelyen létrejön ez a hosszú lejárati bérleti szerződés, ezt mindenki, tehát hogyha el akarja adni, eladhatja. Hogyha a tulajdonos elhúny, akkor a, 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 az örökösök megörökölhetik azzal, hogy akkor már azt a bérleti díjat, tehát az örökösök kapják, vagy hogyha eladta a földterületet, akkor az új tulajdonos fogja kapni. A bérbeadónak az a kötelezettsége a szerződés szerint, csak hogy értesítse a bérbevevőt, és a többi az a törvény szerint lesz megvalósítva. Tehát fel kell, hogy kínálja, a, hogyha el akarja valaki adni a földjét a szomszédoknak. És tulajdonképpen akkor a törvény szerint, aki legtöbbet ad érte, az fogja megvenni. De ennek a bérlőnek nem célja, hogy földterületet vásároljon, nem akar nagy gazda lenni, nem akar termelése, mezőgazdasági termelése foglalkozni. Ő még van elégedve ezzel az ezer nézetméterre, vehetett volna ki 500 nézetmétert is, de így kényelmesebb ezer nézetmétert vesz bérbe. És utána, aki a tulajdon, az használhatja azt a felületet, amelyikre a bérlőnek nincs szüksége. Vannak olyan félelmek is, hogy esetleg ezek a szélgenerátorok kiszárítják majd a földet. Hát meglepett ez a kérdés engem is. Hát én matematikai gimnáziumot fejeztem be. Matematikával, foglalkoztam, fizikával, biológiával, és akkor végül jogász lettem, de azért elgondolkodtam, hogy a szél akkor is fújt, mikor én gimnáziumban jártam. A szállát nem lehet megállítani, és akkor is szárította, és a jövőben is szárítja, de ez a generátor csak akkor tud megindulni, hogyha fúj a szél. Tehát, hogyha a szélbe ütközik a generátornak az elevátora, akkor mi indul meg? Amikor megáll a szél, megáll a generátor is, tehát tovább nem szárítja. Beszéljünk az előnyökről is, ne csak a félelmekről. Az előnyökről csak annyit szeretnék mondani, hogy ezért az ezért négyzetméterért a bérbe vevő 500 eurót fizet dinár ellenértékben, amikor aláírják a szerződést 30 napon belül, de eddig még két héten belül mindenkit kifizetett 500 euró dinár értéket. Az én tudomásom szerint ez körülbelül két és fél hold földterületnek a bérletét jelenti. Amikor elkezdik építeni a generátort, ez biztosan, hogy három-négy év folyamat, mire beszerzik a dokumentáció, tervrajzokat, engedélyeket, abban az évben, amikor ezt elkezdik építeni, arra az évre ezért eurót fizetnek bérletét az ezért nézett és megtérítik a kárt, minden egyes kárt, amit tehát ott elkövetnek a földterületén, tehát azt a kárt, a tényleg és kárt is, meg azt, hogyha nem tudta bevetni a, azt a földterületét, a sajátját, a nagyobb részét, akkor közös megegyezéssel megállapítják, hogy mennyi az a kár a bérbevevő és a bérbeadó. Nem bíróságon, hanem együtt kimennek, megállapítják, hogy például csantavéren termett kukoricából 50 mázsa holdján, akkor azt hasonlítják arra a területre, és kiszámítják, ahol kár keletkezett, vagy csinált ez a cég. Jelente ez előnyt olyan szempontból, hogy a helybeliek foglalkoztatására is lehetőség nyílik. Én ö, úgy tudom, hogy amikor Vársász mellett a 20 szélgenerátort készült, akkor ott két 300 ember dolgozott. Na most itt száz elevátorról lesz szó, tehát szélgenerátorról lesz szó, tehát itt is biztos, hogy nagy számú munkásra van szükség, Szakmunkásokról, heggesztőkről, különféle szakprofilokról, ugye? Na most biztosan, hogyha ilyen munkások vannak Csantavéren vagy környékén, akkor nem hoznak. 200 kilométerről hasonló munkásokat, szakképzettségű munkásokat, mivel az, az a cégnek drágább fog kerülni. Nem beszélve ugye arról, hogy tudomásom szerint ezeket az ilyen szakmunkásokat helyben itt Szabadkán is képezik. Hát igen, itt is képezik. Nem És csak a... középiskolai, hanem főiskolai. Igen, tehát ennek a, a, a beruházásnak, tehát az, hogy itt munkához fognak az emberek jutni, ezen kívül azok az emberek valamit fogyasztanak is területén még ott dolgoznak. Tehát valahol kell nekik aludni is, akik nem lesznek csantavérják. Meg tehát a pénzük egy tovább. részét, amit a cégtől kapnak, elköltik, vagy a napi díjaikat elköltik csantavéren. Kedvezőbb lesz-e az elektromos energia ára azok esetében, akiknek a földjén szélgenerátor? Lesz. Nekem csak arról van tudomásom, hogy ez egy áru, tehát egy termék, ugye? Tehát a villany áram előállítása, és ezt eladják a piacon. Tehát ez az áram, amit itt fejlesztenek, ez bele fog menni egy távvezetékbe, és utána, aki azt árulja, ott továbbra is, az határozza meg szintén a villanynak az árát.